Szűnni nem akaró taps fogadta a Tabi középiskolában az olimpikont. A kadétok azt mondják, szeretnek sportolni, sőt vannak, akik hasonló babérokra törnének, mint Siklósi Gergely. Én ijeszkodok, közel már 8 éve. A egész nagy részét kitölti az életemnek ez a sport. Szinte minden hétvégén ugye rengeteg edzés, és nagyon örülök, hogy találkozhatok egy olimpikonnal, ugyanis nekem is nem titkolt célom, hogy szeretnék majd részt venni az olimpián, ugye az íjászat sportágba. A Rudnai Gyula szakképző iskolában kiemelt szerepet kap a sport és a sportos életmódra nevelés. Fontos, mert hát mindenféle olyan programokat szervez a kadét suli is, meg egyáltalán mi is az erőllét, tehát rendészeti iskola is vagyunk, tehát hozzátartozik ez is, hogy sportosnak kell lenni, önvédelem, speciális sportok, mindenféle van benne itt a tantervünkben is, úgyhogy mozogni kell, és jó, úgyhogy remélem, hogy itt nagy örömmel fogják fogadni a bajnokunkat. Siklósi Gergely a Küzd meg a bajnokkal alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében sorra járja az ország középiskoláit, hogy a mozgást, a sportot és a honvédelmet népszerűsítse. Ennek a programnak az a lényege, hogy egy mozgalmas testi órát tartsunk nekik, megmutassuk, hogy mi mivel foglalkozunk, de igazából velük sorversenyzünk, tehát élményt szeretnénk adni nekik. Én szeretem ezt a programot, jól érzem magam benne, és a honvédelmi nevelést is. Tehát, hogy azért járunk kadétiskolákban, mert a honvédelmi nevelés külön szerepet kap. Az olimpiai világ és Európa bajnok, magyar párbaj törvívó hozzátette, most egy kis lazítás után novemberben már komolyabban elkezdi az edzéseket. A következő versenye januárban lesz Dohában, majd ezt követően kezdődik számára a világkupa szezon.